Sziasztok, én Réven vagyok, és hát egy ilyen gameplay videóval érkeztem hozzátok. Leginkább abból a célból, hogy kipróbáljam, hogy milyen a mikrofonos felvevés az Avermédiával. És hát egy ilyen nagyon közepesnél közepesebb játéknak a demóját fogjuk megnézni, ez a Deadfall Adventures. Hát vágjunk bele, nem tudom, hogy mire számít, csak igazából gondolom semmi jóra. Jó sokat tölt. A mocska is belepufázik. As we approached the temple, we knew if there had ever been a time for turning back, then it was gone now. Ezek a háttérzők, ezekkel ne foglalkozzatok, csak a macska akar mindent szétzúzni a szobába, mert az neki úgy jó. Hát nézzünk szét, hogy mi ez a játék. A kapásból találunk egy ilyen jóféle cuccot. Kis távcsöves, amit soha nem tudtam használni. Semmelyik játékba se. Itt sem. Aha. Ott van a delikvens. Boom, headshot. Ó, gyertek még többen is. Irányítás az egy kicsit ilyen gagyi. Még jó, hogy az ugrásgobbal kell fölvenni a cuccokat. Nem lesz zavaró egy kicsit sem. Meg az se, hogy a játék hangja az mennyire fogja elnyomni az enyémet. Jó, hát erre rá kell mennem. Meg most szeretném, hogy elmondanátok a véleményeteket, hogy szeretnétek-e ilyen kommentálós videókat, vagy sem. A hangminőség az... hát az ilyen lesz. Ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni, a fülesem mikrofonjával baromira zúg az egész. Úgyhogy az... ez gránát. Úgyhogy ezzel nem tudok mit kezdeni sajnos. Úgyhogy egy ilyen Tesco-s 2000 forintos mikrofonnal kell ezt megoldanom. És még sajnos így is több minden belehallatszik, mint amit szeretnék. Egyrészt szerintem a kontrollernek a hangja is meg, hogy már elég használt szegény, és itt műszög a kezembe. Oké, rendben. Van ilyenünk. Oké, lehet sprintálni, nagyszerű. Köszönjük az infót. Ebbe kevés van. Tomzom. Ez egy ilyen FPS Tomb Raider szeretne lenni. Oké, van egy feljegyzésünk, hogy mik is kéne csinálni, hát ez így elég szájbarágos, hogy úristen lőtt el, hát nehogy gondolkozni kelljen. Aha. Oké, egyik megvan. Volt a párja, cimborája. Tűz kialudt, mehetünk tovább a pályán. Hát nem tudom, hogy az egész játékban ilyen fantasztikus fejtörők vannak-e, vagy csak a demo próbálkozik ezzel. Viszont... aha... ez így már érdekesebb. Oké. Okay.
Na, a keresgélés az viszont van benne bőven. Aha. Na, hát ez nem is tűnik olyan szörnyűnek eddig. Le is van akciózva a játék jelen pillanatban goldosoknak a live-on kb. 2000 forint környékére. Úgyhogy ezért is próbáltam ki a demóját, hogy és próbálom ki a demóját, hogy mégis milyen a játék, hogy érdemes-e beszerezni. Eddig annyira nem gáz, csak az irányítás egy kicsit suta. Oké. Ezeket megpróbáljuk itt levadászni. Aha, meg ők is engem sebeznek el, mint a disznó, normál fokozaton vagy a játék. Oké. Vissza kettő. Ajándék! Ott. Az igen! Ebbe belehalunk szerintem most így. Szóval hogy tapadt oda? Ezt nem igazán értem. Oké, hát gyűjtögessünk fegyvert, mert azzal már sokra nem megyek. Ó, mi ez itt? És kettő. Három, négy. Igen, és? Ez kéne valami kód? Négyes miért maradt úgy? Nem, mert olyannyi volt. Egy. Kettő. Ez idős? Nem időre megy. Három. És nem történt igazából semmi. Ezt gondolom valami kód lehet, de hát... Wow, oké, köszönöm szépen. Jó, ilyen treasure-öket kell összeszedni, hogy tudjunk kvázi szintet lépni. Ó, oh, de jó, kérem vissza. Annyira nem gáz, csak kicsit furcsa, hogy fordulásnál valahogy belassul az egész. Ő mi? Oké, szóval ezeknél a sárga valamiknél lehet kiosztani a skilleket. Hát sok választáson nincs igazából. Ez a skill faj is szerintem annyi, hogy ami van, azt ki tudod oldani, aztán kész. Igen, elmentjük. Most már van életünk is. Pedig kockáknak nincs. Na. Erre mi lesz? Amúgy... Nem. Nem annyira gáz, csak ez, hogy ugráson van a felvétel gomb, és ez így kicsit furcsa. Te mi vagy? Oké, ezt sikerült pont elnyomnom. Igen, fél a fénytől, nagyszerű. Volt. Aha! Na, hát ez így... egész változatosnak tűnik így, hogy még ilyen LMV-kes fénnyel nyírt ki a rossz arcúakat. Ezt el lehet lőni? És álmodjak róla, mi? Hogy a szörnyeket még fénnyel is be kell fenyíteni. Jó. Oké. Okay. Azt jelenti, hogy kell nekünk egy koponya.
Ah, én meg is van. De el volt rejtve. Koponya! Aha. Igen. Jó. Oké, rendben. Hát igazából ez egy jó kis fejtörős játéknak tűnik. És ugye, nem ez? Jó, ezt be kell fordítani. Mondjuk ennyire azért nem kéne, hogy segítsen a program. Szerintem. Vissza. A szembe. Egész. Tényleg. Nem gondoltam volna, hogy... Mert harc az valami nagyon... Az nagyon ellenszenves nekem ebbe a játékba. Na. Ez mi? Egy köcsög. Ó, még egy gyűjthető cucc. Ez tényleg ez a... Ha van valami elágazás, akkor el kell menni és meg kell nézni, hogy mit akar. Onnan jöttünk. Ó, szia! Na, hát... Fénnyel megvilágítani. És akkor már ki is lehet nyírni. Hova tartottunk? Ott hogy? Annak jobbra kell néznie. És meg is volnánk, hogy valamit nagyon elrontottunk, és szörnyek. Nem. Ó, szia, te ki voltál ott fönt? Oké, mindig figyelj, hová lépsz, mert szarba léphetsz. Ó, sziasztok! Aha. Oké, de annyira nem vagy a hal... meghalós. Oké. Ja, és... még a lámpának az ereje is... csökken. Lesz ilyen infinit megoldás. Kilőtt hátul. Aha. Igen. Ez elég sok ilyen keresgélés van ebbe a játékba. És itt az ötödik. Ezek mellett azért nagyon simán el lehet menni. Treasure, és igazából, ha fejlődni akarsz, akkor ezeket muszáj megkeresni, úgyhogy nagyon szét kell nézni, hogy miket hagy hátra az ember, hogy mi micsoda. Ami nem baj. Aha, ott valaki jön. Hello? Ez mi? Aha! Ez még egyszer? Még egyszer. Ez annyira nem is tré ez a játék, mint hogy vártam. Csak az irányítás ne lenne ennyire gáz. Ez így jó, ez így több dologra is kell figyelni. Ez is ilyen. Aha. Treasure. Ez kivételesen nem volt elrejtve. Mi a? Aha, köszi. Okay.
acélos haver és a másik. Ezt viszont nem lehet ott is sebezni, míg rajta van a páncél. És a faj is. Páncél? Látszik, hogy értek hozzá. Oké. Na, skill. Skill adogatás. Reload speed, pontosság, persze, hogy pontosság. Értem, szóval ezért olyan erdő az irányítás, mert majd skill-ek után jó lesz. Na. Ilyen, hogy ezt meg be kell nyomni. Igen. Igen. Mi történt? Ja, ahogy ez kijött. Ez aztán apadás volt. Hűha. Hűha. Oké, figyelek én, ne aggódj. Na, ez meg mi a franc? Aha. Ez mi a franc? Ez azt hiszem fájni fog. Á, de nem most. Hát ennyi volt a Deadfall Adventures-nek a demója. Remélem tetszett, vagy legalábbis kibírtátok, és nem nyomtátok ki a felénél. Nem tudom, demo alapján így... Hát nem egy ilyen kiemelkedő valaminek tűnik, de elgondolkoztató, hogy ezt a 6 vagy 7 fontot, amire most le van árazva, az talán belefér. Hát majd meglátjuk, az akció jövő hét keddig tart úgyis. Esetleg, hogyha tetszett nektek a videó, és szeretnétek ebből a Deadfall Adventures-ből egy hát végigjátszást, vagy valamit, akkor írjátok le kommentbe, és akkor beszerzem, és végigjátszuk. Na, ez kicsit hülye lezárás, de erre telt, úgyhogy hát köszönöm a figyelmet mindenkinek, és sziasztok! Aztán kommentekbe írjátok le, hogy ez a én kommentárom mennyire jött be, vagy mennyire nem, hogy szeretnétek-e így videót, vagy nem. Meg hogy a hangminőség, amin sajnos nem tudok állítani, az ilyen marad. Na, hát akkor nem is húzom tovább az időt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!